Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok, amint megette konyhájából. Ez itt a Süti Suli. Ma makarontöltelékeket fogunk készíteni. Egy korábbi videóban már megmutattam nektek, hogyan készítjük el a makaron héjakat, ma pedig elkészítjük hozzá töltelékeket. A makaron egy nagyon-nagyon finom édesség, de alapvetően, mivel a héj tulajdonképpen rengeteg cukrot tartalmaz, én jobban szeretem azokat a töltelékeket, amik ezt a nagy édességet egy kicsit kompenzálják, egy picit elvesznek belőle, ezért vagy keserű csokoládés, vagy gyümölcsös töltelékeket szoktam készíteni. Ma is ezt a kettőt fogjuk elkészíteni, lesz egy csilis csokis és egy lájmos töltelék. A legegyszerűbb makaron töltelék egyébként nem más, mint a csoki ganázs. Ma csilit fogunk beletenni, de ugyanúgy működik ez a csokis krém mondjuk egy pici levendula aromával, vagy egy pici tonkababbal, vagy csak úgy naturban is, ha nem szeretitek a különleges ízeket. Először is fölforralom a tejszínt. Az összevágott, összetört csokoládékockákat egy nagyobb tálba öntöm. Fontos, hogy nagyon forró legyen a tejszín, ugyanis az a célunk, hogyha ráöntjük a csokoládé darabokra, akkor megolvasszák a csokit. Egyébként ezen úgy is gyorsíthatunk, még ha gőz fölött megolvasztjuk magát a csokit is. Most én ezt a fázist kihagyom. És most addig keverem, amíg az utolsó csokoládé darabka is elolvad, és egy egynemű masszát kapok. Ha véletlenül mégsem volt elég forró a tejszín, és nem olvad el a csokink, akkor betesszük az egész keveréket a mikróba. Jó, szépen elolvadt a csoki. És most már beletehetem az ízesítő anyagot is. Én most csilit fogok használni. Nyilván mindenkinek az egyéni ízlésére van bízva. Én egy pici késhegynyénél többet egyelőre nem teszek. Megkóstoljuk majd, és hogyha még nem találjuk elég csípősnek, hozzátenni mindig lehet, kivenni már nehéz. A csili és a csoki nagyon passzol egymáshoz, és a makaronunknak fog egy különleges íz aromát adni. Ha szép egyenletes a csokink, és szép fényes, akkor kész is a ganázs. És félretesszük a hűtőbe pihenni, annak érdekében, hogy ne bőrösödjön be a ganázs teteje, érdemes frissen tartó fóliával lefedni. Nagyon fontos, hogy amikor krémeket akarunk forpakkal lefedni, és így hűteni, ugye a bőrösödés elkerülése érdekében, akkor nem a tál tetejére tesszük a forpakot, hanem rá nyomkodjuk a krémre, hiszen egyébként a hőkiegyenlítődés miatt a folpakon kicsapódna a pára, vízcseppek keletkeznének, amik aztán szépen bepotyognak a krémünkbe és felhigítják azt. Tehát szépen rásimítjuk a krém tetejére, és így tesszük elhűlni. Most elkészítjük a lájmos tölteléket. Ehhez szükségünk a slime-ra, tojásra, lapzselatinra, cukorra és vajra. Az első lépés mindig az, hogy a lapzselatint jéghideg vízbe áztatjuk. Azért nagyon fontos, hogy a víz jéghideg legyen, van, aki még jégkockát is tesz bele, mert a langyos vízben feloldódna a lapzselatinunk, és nem tudnánk kihalászni gyakorlatilag az oldódás után. Annyi a célunk csak, hogy felpuhítsuk egy kicsit a zselatinlapot, tehát nagyon fontos, jéghideg víz. Következő, lereszeljük a lájmok héját. Ehhez fontos, hogy vagy biolájmot használjunk, vagy forró vízbe mossuk meg előzetesen. Ez itt most egy biolájm. Ha citrus héjat reszelünk, érdemes tudni, hogy csak a héj legfelső rétegét reszeljük, az alsó fehér réteget már ne reszeljük bele, mert akkor keserű ízt kap a töltelékünk, tehát csak a színes héj réteget. A lime levét belefacsarjuk egy edénykébe, ugyanis ebből szirupot fogunk készíteni a krémünkhöz. És ehhez a makaronhoz, a makaron édességéhez kiválóan fog passzolni. Ez az egyik kedvenc töltelékem. A limeléhez hozzáadom a kristálycukor felét. Amíg felforr a szirupunk, a tojásokat felütjük egy nagyobb tálba. És a kristálycukor megmaradt részével kicsit kihabosítjuk. Ezt akár kézi, akár elektromos habverővel csinálhatjuk. Közben ez már fel is forrt, félreteszem. A kihabosított tojásra egy szűrőn keresztül ráöntöm a lájmos szirupot. A szűrőre azért van szükség, hogyha maradtak még benne esetleg
magocskák, akkor azokat kiszűrjük. És alaposan elkeverem. Most az egész keveréket visszatöltöm a főzőedénybe. Puding sűrűségűre főzzük a krémet. Ehhez egy kicsit visszavettem a hőforrást, mert nem szeretnék tojásrántottát, tehát olyan közepes lángon. Folyamatos keverés mellett addig sűrítem a tojásos, lájmos masszát, amíg puding sűrűségű lesz. Ez viszonylag gyorsan be fog következni, körülbelül olyan 80 fokos hőmérsékletnél. Tehát ugye már kilátszik az edény alja keverés közben, és ha végig húzom a spatulát, akkor látom, hogy szépen ott a rés, úgyhogy ez már gyakorlatilag jó is lesz. Levesszük a hőforrásról, még egy picit kevergetem, mert az edény is forró. És most jön bele a kicsavart zselatin lap. Kinyomkodom belőle a fölösleges vizet, hiszen arra nincsen szükség. És beleteszem a forró krémbe, és azonnal el is keverem, hogy gyorsan feloldódjon a zselatin. Mehet a citromhéj. Ezt is elkeverem. A kézkrémet visszaöntöm abba a tába, amiben kihabosítottam a tojást. Az a célom, hogy minél előbb szoba hőmérsékletűre hűljön. Kihűlt a lájmos alapkrémünk. Most hozzátesszük a vajat, amit kisebb darabokra vágtam, csak azért, hogy könnyebben eloszoljon majd a krémben. És egy botmixerrel alaposan összedolgozom a keveréket. Szép sejmes, egyenletes krémet kaptunk. Spatulával is átkeverem, hogy biztos egyenletesen eloszoljon. És most legalább 3 órára hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen, megkeményedjen a krém. Folpakkal lefedem, csak rá simogatom, nem kell durván nyomni, és mehet a hűtőbe. Kihűltek a krémek, most először a csoki ganást egy kicsit kihabosítom, aztán pedig habzsákba töltöm mindkettőt. Habzsák töltéshez hasznos egy magas edény, illetve egy sima csővég, könnyebbé teszi a töltést. Ráhúzom a habzsákot az edényre, és belekanalazom a ganást. Csoki ganázsunk az a hűtőben szépen megkeményedett, ugye az étcsoki nagyon keményre visszakeményítette ezt a krémet, így gyakorlatilag kezelhetetlen lett volna. Úgyhogy ki kellett habosítani ahhoz, hogy tölthető állagú legyen. Addig tekerem a habzsákot, amíg a krém vége megjelenik a cső végén. Most ezt félreteszem, és betöltöm a lájmos krémet is. Tén egy csővég, rá a magas falú edényre, belekanalazom a zsákba, lenyomkodom, kivágom a habzsák végét, és a fölösleges levegőt kiszorítom a zsákból. Kezdődhet a makaron töltés. Összepárosítottam nagyság szerint a makaronhéjakat a töltéshez. Zöldek zöldekkel, világosak a világosakkal, persze lehet vegyíteni is. És akkor a zöldeket most betöltöm a lájmos krémmel. A makaron töltésnél az az alapszabály, hogy a tölteléknek ugyanolyan vastagnak kell lennie, mint magának a makaron héjnak. Ugyanúgy, mint amikor a héjakat nyomkodtuk ki, nyomunk egy adag krémet az alsó héjra, megfogjuk a felső héjat, rányomjuk, és megemeljük. És kész a makaron. Jöhetnek a csokisak a csillis csoki krémmel. Ez egy kicsit sűrűbb krém, hogy itt csak a közepére nyomok egy adagot. Megfogom a másik héjat, rányomom, és ezzel együtt megemelem. És kész a csodaszép csokis makaron.
Elkészültek a csokis és lájmos makaronok. Ha van türelmetek, érdemes egy légmentesen záródó dobozban legalább 24 órára hűtőbe tenni őket, és a 24 óra letelte után fogyasztani. Ekkor ugyanis a töltelék átpuhítja a makaron héjakat, és így lesz a legfinomabb. De dobozban tartva hűtőben egy hétig is eltartható, illetve töltés nélkül a héjakat akár le is fogyaszthatjátok. Jó étvágyat!